Köszöntöm Önöket, ez a Szertár, a Kanizsa Televízió sportmagazinja. Tartsanak velünk! Új tagok jelentkezését várja az NTE 1866 vívó szakosztálya. Az Egyesület elnöke stábunknak elmondta, minden fiatal csatlakozhat, akit érdekel az egyik legsikeresebb magyar sportág, valamint mozgáskorlátozottak számára is biztosítanak sportolási lehetőséget. Jelentősen átalakult az elmúlt évekhez képest az NTE 1866 vívó szakosztályának állománya. Mások mellett az utóbbi évek legsikeresebb kanizsai kardozója, Milassi Mór is elhagyta a klubot, hiszen a fővárosban kezdte meg egyetemi tanulmányait. A nehéz időszakot átvészelte a klub, és ma már egy új fiatalokból álló garnitúra formálódik a Bálics Károly vívócsarnokban. Sajnos azok az emberek, akik itt elérték azt a kort, hogy mennek egyetemre, és válogatottak is voltak, elmentek. Sőt, most már olyanok is vannak, akik általános iskolások, és elmentek Budapestre, és olyanok, akik középiskolát ott kezdik, olyanok is sajnos, akik külföldön kezdik középiskolát, már a középiskolát, és épp most megint ment el egy emberke, igaz, nem külföldre, de a két tannyelvűbe, oda valahová Sopron környékére, és ott folytatja az iskolai tanulmányait. Most ezek elég erős, hogy is mondjam, hiány érzetünk van ilyenkor, mert hát ezek nekünk hozták, amit hoztak, és most ezek elmaradnak. Most hála Isten van egy olyan csapat, hogy egy azonos korosztályban, mondjuk a gyermekkorosztály, ami 12-13 év, három csapatot is ki tudnánk állítani, ez egy pozitív jó dolog. És hogy a kontinuitás mindig meglegyen, ezért hát mindig utána hozni embereket. Előre lép, hátra lép, ugrás, lépés, kitörés legyen a következő feladat. Vívó állás! A csapattagok nyáron egy edzőtáborban készültek az új szezonra. Az összetartó társaság a csurgói programon és a kanizsai csarnokban is keményen készül az előttük álló versenyekre. Én egy osztálytársam miatt jöttem el először vívni, az Odravec Máté miatt, és utána megtetszett, és azóta vívok. Ez időben nagyjából mennyit tesz? Hát 7-8 év. Ugye most többen érkeznek, többen mennek el, akár tanulmányaik miatt innen a klubba, de hogy érzed, milyen itt a közösség? Hát szerintem nagyon jó, mi mindig nagyon jól érezzük magunkat. Egy hetet voltunk, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, elég sokan is voltunk, és nagyon jó helyen, mert most új helyre mentünk. Hova és konkrétan, ha egy kicsit rá kell koncentrálni, miket csináltatok, nyilván gondolom egy ilyen verseny előtti felkészülés, akár az erőlétről is szólhat. Igen, hát Csurgon voltunk. Egy iskolának a kollégiumába, és hát sok erőléti edzés volt, voltak különböző feladatok, volt vívás is, és volt reggeli futás is, ami általában fárasztó, meg nagyon korán keltünk. Egy napon volt ugye reggeli futás és két edzés. Voltunk úszodába is, ami nagyon jó volt. Most ugye elkezdődött, már szeptember elkezdődött az iskola, de emellett ugye a vívó szezon is lassan, milyen versenyekre készülsz te leginkább? Hát én már kadett korosztály vagyok, úgyhogy én az inkább országos versenyekre készülök. Már egy szezonban csak 3-4 ilyen verseny van. A kicsik meg ugye a körversenyre, még abból sokkal több van. A klub vezetői szeretnének új tagokat is bevonni, és megismertetni velük ezt a szép történelmi sportágat. A kanizsai klubnál egy sikeres pályázatnak köszönhetően a mozgáskorlátozottak is kipróbálhatják a kerekesszékes vívást. Sajnos azt kell mondjam, hogy a kerekesszékesek valamiért nagyon szömérmesek. Nem akarnak, vagy meg vannak ijedve attól, hogy bele kell ülni egy másik székbe, mint amiben ő ül,
és ottan kell valamit csinálni, szurkálni a másikat, és pedig én tudom, hogy sokan vannak a városban. Én szívesen látom őket, hogy jöjjenek ide. Most, hogyha már ezeknek, a kerekesszékeseknek is csinálom itt egy kicsit a lehetőséget, azt is szeretnénk, hogy minden évben is szoktuk, ebben az évben is, bejöjjenek a vívóterembe azok a gyerekek, fiúk, lányok, akik hát éreznek valamit abba irányba, hogy hát a vívás az a világon egy nagyon szép sport, és a magyaroknál pedig különösen, hisz a magyar sporták között még mindig olimpiákat és világbajnokságot figyelembe véve a legtöbb aranyérmet szerzett sportág. Most már ebbe mi is egy kicsit már azért úgy bele-bele lépünk, függetlenül attól, hogy mi egy vidéki kis klub vagyunk, tehát nagyon-nagyon nem tudunk beleszólni idézőjelben a nagyoknak a eredményeiben, munkában, de maguk módján hadd dicsekedjek egy kicsit. Nem sok sportág van a városban, ami annyi magyar bajnokkal, világbajnoki helyezettel, Európa-bajnoki helyezettel, csapat magyar bajnokokkal, ott kint a folyosón látható is, mondjuk éppen egy csapat magyar bajnoki csapat. Hát bízok abban, hogy a következő 2-3 évben szintén bejön egy-két ilyen csapat, amelyik hogy a magyar bajnokságon minimum érmes lesz. Jelentkezésre minden hétköznap a délutáni órákban van lehetőség a Bálics Károly vívócsarnokban. 4 forduló után az NB3 nyugati csoportjának 3. helyén állt az FC Nagykanizsa. Az 5. fordulóban a liga egyik fő bajnok aspiránsát, a 3. kerületet fogadta Barna László együttese. Az első játékrészben 3 komoly helyzete volt a 3. kerületnek, abból 2-t, az elsőt már a 4. percben gólra is váltott a vendéggárda. Hiába dolgozott ki majd egy tucat lehetőséget a mérkőzésen az FC Nagykanizsa, azok mind kimaradtak. A második félidő 57. percében bekapott 3. gól, majd Kovács György kiállítása pedig végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. Jól hozza föl a vendégcsapatkapitán, sőt a labdája is kiváló, sajnos! Olyannyira kiváló, hogy megszerzi a vezetést a vendégcsapat. 8-assal Sili Luká gólszerző. Lőrinc. Meg tudja verni most Borit, Lőrinc még mindig. Jó labda. Most jön középre, az sem rossz, ott van Szegleti előtt! Levágódik Husztiról Szegled. Jól van. Jól végezheti a szabadrúgást. Lőrinc felé nem rosszul, el kéne lőni, Csel is jól lőri Zitzerben! Belelőtte Megyeri, ott hagyott lábában, nagy bravúr volt. Ismét területbe, és itt még Szilinek, Szili megfutja a védőjét. Visszatett labda, azonban pontatlan, de így is jó, még Petnáziak, Petnázi egy Csel után. Kapná vissza, nem jó. Borvetőtő elpotta, ott van a labda azonban! És Nikázi. Megszerzi a második vendéggolt. Szök kiváló. Itt mi ott hagyja, mégis Ampuk fogja lőni. Ampuk! Megyeri. Szili. Lesse jött vissza. Nem is ért bele. Kanizsai dobás. Husztiról ment ki. És kihasználja Barna László utolsó cseréjét is. Szépen folyik a labda. Petnázi. Kemény belépő. És jól látom, Kovács volt a tettes. Őnek pedig már van egy sárgája. Így van. Hát csőstől jön a baj. Hiszen az utolsó fél órát emberhátrányban fogja lejátszani a kanizsai csapat. A meccs utáni sajtótájékoztatón mindkét vezetőedző rendkívül sportszerűen értékelte az Olajbányás stadionban lejátszott 90 percet. Megnéztük az összes mérkőzését ebből a mostani szezonból a Kanizsának, és az teljesen egyértelmű volt, hogy mi az a játék stílus, amiben a Laci hisz.
és amit a csapattal szeretne játszatni. Ez a mai napon is ugyanígy volt, csak tényleg most az volt a különbség, hogy amíg az előző fordulókban tudta gólokat szerezni, most ugyanazokból a helyzetekből nem tudta gólokat szerezni, és mi pedig tényleg lehet azt mondani, hogy mindkét csapat ugyanazt a játékstílust játszotta, amit eddig. Csak annyi volt a különbség, hogy nekünk szerencsénk volt, és tudtunk gólokat szerezni, míg a hazai csapat most ezen a héten, most ezen a hétvégén nem tudott. Hála Istennek természetesen a mi szempontunkból. De az biztos, hogy nem véletlen az, hogy 4 forduló után 9 ponttal állt ez a csapat, és úgy fogadott minket, hogy 1 pont volt a két csapat között. Úgyhogy ha megnézzük a végeredményt, hogy 0-3, én azt sokkal inkább annak tudnám be, hogy a kiállítás után ott már megpecsételődött a mérkőzés sorsa. És az, hogy igazából 0-3 lett, ez annak is volt köszönhető tényleg, amit az előbb említettem, hogy a sok kanizsai helyzetből nem született gól, mi pedig azért egész jó arányban használtuk helyzeteinket. Mondhatjuk-e azt, hogy talán kicsi más játékos politikát folytat a két csapat, hiszen a harmadik kerületnél rendkívül sok nagyon jó képességű ex-NB1-es játékos játszik. Így a mai meccsre levetítve fogalmazhatunk, hogy döntött a rutin. Ez mindenképpen így van, természetes, hiszen kár lenne homokba dugni a fejünket, és azt mondani, hogy nem számít egy Petneházi Márk, vagy egy Nikházi, egy Bori, akik egy Szalai Vili, akik olyan futballisták, akik megjárták akár az NB1-et is, van, aki több százat is belőlük, és akkor egy Cvitkovics Péter még a padon ült. Tehát tényleg butaság lenne azt mondani, hogy ez nem nincs a mi hasznunkra, vagy a mi előnyünkre. Természetes, hiszen a minőség az borzasztó fontos egy-egy ilyen mérkőzésen, hiszen ahogy elmondtam, hogyha a helyzetek számát nézzük a kiállításig, akkor nem tudom most így pontosan fejből vissza kell néznem a mérkőzést, de nem volt közte 3, mint ahogy a végén a végeredmény ezt tükrözi. És tényleg, amit említettél, a minőség, illetve a rutin az nagyon fontos, és ezen a napon ez a mi javunkra dőlt el. Úgy néz ki, hogy eddig ugye 4 fordulóban is volt problémánk védekezésben. Szerencsénk volt, talán volt kapus bravúr majdnem minden mérkőzésen a részünkről. A mai mérkőzés az úgy kezdődött, ahogy mi kezdtük eddig a két mérkőzésünket 10 perc alatt, talán 2-0 volt, de nem is ezzel van a gond nálam, mert nem lehet ilyen gólokat kapni, hanem inkább a támadásban úgy gondolom, hogy nem voltunk elég koncentráltak, nem voltunk elég rámenősek, tehát itt mondtam a Bencinek is fél időben, Lőrinc Bencének, hogy nincs olyan, hogy egy első labdaérintésen nem olyan szituációt hozok magamnak, amikor kapusra szembe vagyok, hanem megvárom, még a védő visszaér, és megadom a sanszot neki. Nálunk ez így volt, ő náluk viszont nem, ők könyörtelenül kihasználták. Természetesen tisztában voltunk azzal, mondtam is, hogy ott ebbe a csapatban, hogy a Peti még nem is volt a Rajci, 1000 NB1-es meccs van. Tehát itt nem lehet miről beszélni. Ez biztos, hogy a pályán is meg fog mutatkozni, csak én arra hívtam fel a figyelmet, hogy lelkesedésre sok mindent ki lehet küszöbölni. Meg ha azt az egyszerű játékot játszottuk valami ezzel a csapat ellen, működött is. Mert azt mondom, hogy 4-5 helyzetünk volt, sőt, ha visszanézem, mondtam a játékosomnak, leülünk és megnézzük majd közösen, hogy milyen egyszerűen el tudtunk jutni zicserig, tehát mondhatom azt, hogy zicserig, itt még a végén is, mert ezt is annak veszem, ugye egy mélységi indításból Geri olyan labdát adott az Ádinak, hogy már csak a kapuba kellett volna passzolni, de valami hiányzott ma. És ugye erről beszéltünk, hogy jön a következő mérkőzés, mert nem szabad feladni. Hát most 5-ből van 9 pontunk, nekünk mindig a következő mérkőzés a nehéz. Ez megyei rangadó lesz. Természetesen teljesen más mérkőzés lesz, nem olyan szintű játékosok ellen fogunk játszani, de én úgy gondolom, hogy ők sokkal lelkesebbek lesznek, mint az ellenfelünk. Nem fognak bennünket hagyni felállni akár a padlóról, ha mi ilyen teljesítményt nyújtunk. Tehát azt mondom, hogy egész héten össze kell szedni magunkat, el kell felejteni ezt a mérkőzést, és tanulni kell belőle, de természetesen büszkék vagyunk arra, amit eddig elértünk. Még egy kérdés erejéig maradva a mai meccsnél. Nyilván a sok kiadott helyzet mellett nagyon nem jött jól a két talán egyéni hibából is bekapott gól, ugyanakkor egy pár szót váltsunk a kiállításról is. Kovács ugye már sárgás volt annál a második faltnál. Hibásnak érzem magam, de megmondom őszintén, a Bálintban annyira nem éreztem a játékot, a Krecz Bálintban, tehát se védekezésbe, se támadásba. Ugye arról volt szó, megmondom őszintén így most a mérkőzés után már, hogy a Bálint nyerő ember lehetett volna, mert olyan sebesség van nála, hogy mélységből való indulása után, ha ugyanígy berúgjuk a védelem mögé, ő neki gólokat lehetett volna ma rúgni, vagy legalábbis oda kerülni helyzetbe. Nem éreztem benne, tehát azt se éreztem, hogy egyáltalán elindul, azt se éreztem, hogy védekezésben volt 2-3 olyan szerelési kísérlete, amiből ő jött ki vesztesen, és nem volt pozitív a játék. A Gyuriba sokkal több volt, természetesen fél időben megkérdeztem tőle, hogy le tudott-e higgadni, mert azt láttam, hogy ott volt összetűzés, ugye voltak azért benne nehéz pillanatok, de azt mondta, rendben van. Le kellett volna cserélnem. Tehát ez az én hibám.
Győzelmének köszönhetően a harmadik kerület a tabella élére állt, a Dél-Zalai Gárda pedig a harmadik helyről az ötödikre csúszott vissza. Az FC Nagykanizsa mérkőzéseit a jövőben is megtekinthetik a Kanizsa TV-n, valamint csatornánk internetes felületén és videó megosztó oldalán. Csak nem 120 fiatal vett részt a Szandia nyári táborában. A napi 8 órás felkészülés után szeptember elejétől heti 5 edzéssel folytatódik a táncosok és a kötélugrók felkészülése. Gőzerővel, de jó hangulatban készültek a szandiások a nyári edzőtáborban. A klub hagyományaihoz híven idén is volt tanítványok érkeztek a jelenlegi növendékekhez, hogy segítsék a felkészülést és az új koreográfiák kidolgozását. Szuperul telt a nyarunk, nagyon jól sikerültek a táboraink. Ugye az iskola vége után egyből volt egy fantasztikus hangulatú évzárunk az Zalakarossi fürdőbe, amit ilyenkor mindig ajándéknak adunk a gyerekeknek. Ezen általában kiosszuk a bizonyítványokat, kiosszuk az egész évben megnyert kupákat, mert már nem tudjuk hova rakni, annyi van. Utána, hogy elkezdődött a nyár, egyből nyári táborokat szerveztünk a városban lévő gyerekeknek. Ez ilyen kirándulós, mozgós nyári tábor volt. A egész nyár folyamán kedden és csütörtökön tartottunk a gyerekeinknek, akik úgy érezték, hogy nem akarnak 2,5 hónapot kimaradni, vagy pihenni, nyári fakultatív edzéseket tartottunk, és augusztus 21-ével elkezdtük az edzőtábort, és a következő évre való felkészülést 2x5 napos turnusba. Az első turnusban voltak a nagylányaink, a juniorok és a felnőttek, a második héten pedig a picurkák voltak, a minik és a gyerekkorcsoportú versenyzőnk és a kötélugrók. Mint minden évben voltak segítségeink, évek óta visszatérő vendégeink voltak, tanítványaink, akik már Táncművészeti Egyetemen végzett gyerekek, és Pesten és itt-ott Pécsen dolgoznak, ők szoktak általában a nyári táborban nekünk segíteni. Kicsit még az edzőtáborról elcsünk szót. Ezek az edzések miben térnek el, mint mondjuk egy szeptemberben végzett tréningek? Hát a nyári edzőtábor az eleve az alapozásról szól, tehát ez nagyon el szoktak fáradni a gyerekek is, és mi is, mert ez a célja az egésznek, hogy alapokat rakjunk le a következő évre. Ezen kívül ilyenkor több órában tudunk balett képzést tartani a gyerekeknek, elkezdjük az új koreográfiák felépítését. Nyilván 5 nap alatt nem lehet egy koreográfiát megcsinálni, tehát mivel mi saját magunk csináljuk a koreográfiát, és nem pénzért hozunk koreográfusokat, ezért mi elkezdjük a gyakorlatokat, és szépen év folyamán egészen decemberig befejezzük, és utána már jönnek a versenyek, és azzal versenyzünk a következő évben. Sűrű és kihívásokkal teli év vár a szandiásokra, így ősszel sem pihenhetnek a táncosok és a kötelesek. Az első megmérettetés rögtön egy kisebb szervezet Európa-bajnoksága lesz. Az edzések hétfőn indultak nálunk, úgy, ahogy az iskolában is indult a tanítás. Most már mindenki a klubban van, akik eddig is jártak hozzánk, a mini korosztálytól a felnőttekig, a táncosoktól a kötélugrókig. Szeptember 3. hetében indulnak az új csoportjaink, akkor várjuk majd a kicsiket és a kezdőket, meg akik esetleg hozzánk csatlakoznának. Hát elég nehéz év áll előttünk, vagy hát minden év így kezdődik. Most még csak az elejét látjuk, de úgy gondolom, hogy az edzőtáborral megalapoztuk azt, hogy az idei év is sikeres legyen. Nagyon jól haladtunk, úgyhogy már most nagyon jól állunk a gyakorlatokkal. Ami az ősszel vár ránk, az táncos részről egy nemzetközi verseny, ami Budapesten lesz, egy kisebb fajta Európa-bajnokság, valamint lesz Novi Sadban, amiben minden évre szoktunk menni, egy nemzetközi táncverseny. Azért ezt a két versenyt céloztuk meg, mert az egyik oldala az anyagi, hogy akiket esetleg nem tudunk elvinni külföldre, azok is tudjanak egy nívós megméretetésen versenyezni. A Novi Sadi verseny pedig azért szerepel már évek óta a versenyeink között, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy őszi verseny van, ahol nívós a mezőny van, és nem azért utazunk oda, hogy egyből elsők legyünk, hanem igenis, hogyha 10-20-an vannak egy kategóriába, és nem vagyunk dobogósok, az se probléma, de legalább van mezőny, és meg tudjuk méretetni a gyerekeket. Ez egy nagyon jó felkészülés a következő évre. Igaz, hogy még a régi gyakorlatokkal indulunk, tehát a jó beérett gyakorlatainkkal, de ezzel már készülünk a következő évre. Utána már nekünk december már csak a fitness fesztiválunk van, a gála.
ezen ugye bemutatjuk az új gyakorlatainkat. A kötelőugróinkra november végén vár egy páros és egyéni válogatóverseny és magyar bajnokság. Tehát ez már nekik a válogatóverseny lesz a jövő évi kanadai világbajnokságra. Ugye idén újfent nem sikerült kijutnunk a nemzetközi verseny, nem sikerült kijutnunk, kijutnunk is sikerült, csak anyagi okokból nem tudtunk elutazni. Én idén nagyon szeretnék legalább két gyereket elvinni, már meg is van az én kis fejemben, hogy ki ez a kettő, akit szeretnék Kanadából, hogyha ott lehetne. Reméljük, hogy mind anyagilag, mind tudásban is ott leszünk, hogy kijuthassunk. Az edzőknek a felkészülés kialakításánál jó pár hónappal előre kell tervezniük, hiszen már 2020-as versenyekre is regisztrált a Sandia FSC. Évelején el szoktunk menni egy ilyen kisebb felkészítő versenyre, általában az Zalaegerszegre, mert az közel van, és ott szoktuk megméretetni a legújabb gyakorlatainkat. Aztán majd tavasszal jön a válogató versenyen Porecsi VB-re, ami a nekünk a legnagyobb megmérettetés, ugye a május végi világbajnokság. De ugye ennek az első állomása a válogató verseny, amin úgy kell szerepelnünk már majdnem, mint hogyha a világbajnokságon lennénk, hisz pontok alapján jutunk tovább. Úgyhogy nem mindegy, hogy mennyi pontot szereznek majd a gyerekek, A-ba vagy B-be jutnak tovább, A kategória vagy B kategória, tehát ez se lesz mindegy. Kötélugróinkra meg diákolimpia vár még a tavasszal, és akkor hát utána lesz a világbajnokság, hogyha sikerül odáig kijutnunk. A Dance Star Nemzetközi Táncszövetség válogatóján idén márciusban 20 arany, 5 ezüst és 4 bronzérmet szereztek a szandiások. A Dél-Zalai Fitness Klub 42 gyakorlatából pedig 32 kvalifikálta magát a világbajnokságra. Ezt a kiemelkedő eredményt jövőre is szeretnék megismételni a kanizsaiak, így már most gyakorolják az új koreográfiákat. A kategóriák nagyjából megmaradnak, azért gyakorlat címeket még nem mondanék, mert ez legyen meglepetés a Fitness Fesztiválra. Lesznek musicales gyakorlataink, lesznek akrobatikus gyakorlataink, lesznek open, ami inkább showra megy. Megpróbáljuk minden évben minden gyereknek a leghozzább illőt, legmegfelelőbb gyakorlatot kiválasztani. Általában úgy szoktuk, akik nagyon sokat tudnak akrobatikába, azokat inkább az akrobatikus vonal felé irányítjuk, akik jó előadó képességűek, azokat inkább a musicales irányba, illetve a show irányba. Tehát nagyon sok korosztályunk van, aki összeversenyezne, tehát mondjuk juniorban is van 3 formációnk. Nem azért nem indítjuk egymás ellen őket, hogy ne egymás ellen versenyezzenek, hanem azért, mert tudjuk, hogy melyik csapatnak melyik az a kategória, ahol a legsikeresebb lehet. A Sandia táncosai decemberben tartják majd hagyományos évzáró gálaműsorukat, ahol a nagykanizsai közönség is láthatja az új táncokat. Kanizsai győzelemmel ért véget az országos sárkányhajó rócsó. Stúdiónk vendége, az NK Dragon Warriors tagja, felkészítője, Németh Ádám. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. Mielőtt rátérnénk az országos versenyre, ejtsünk talán pár szót a csapatodról, kikből is áll a sárkányhajó tím itt Nagykanizsán. A csapat nagy része nem áll messze a sportolástól, mert vannak benne spártán versenyzők, sárkányhajósok, konditermen, edzéseken résztvevő emberek, és messze nem álltak ettől a sporttól. Próbáltunk valami szép alapot teremteni a versenyre, és ez elég jól sikerült. Ugye elmítetted, hogy hát nagyon sokan készülnek konditermekben, illetve más sportágakban, viszont evezős múltja hány csapattagnak volt? Evezős múltja az alapcsapat, ugye 10 fő, ebből maximum 3 fő volt, akinek ugye volt evezős múltja, viszont ugye a szabályzatban az szerepelt, hogy visszamenőleg 2 év versenyengedély nem lehetett a csapat nagy részének, és ugye ennek eleget kellett tennünk, hogy csak maximum 2 fő lehetett, akinek volt aktív versenyzési engedélye. Aki látott már sárkányhajó versenyt, vagy mondjuk tévében közvetítést, de hát talán itt Nagykanizsán elég sokan kilátogattak a csónakázótól, hogy valamelyik rócsót megnézzék, azok talán láthatták, hogy hát van egy különleges poszt a dobosé. Itt, ha jól tudom, a ti csapatotokban a párod tölti be ezt a szerepet. Igen, a párom ugye a Szekeres Kinga töltötte be ezt a pozíciót. Próbáltunk arra figyelni, hogy ne legyen egy túlságosan súlyos dobosunk sem, és ugye azért ritmus érzéke legyen. Ugye, mint ezeknek ugye természetesen ugye megfelelt, így ő töltötte be ezt a pozíciót. Elég sok múlik ugye a doboson is, mivel tévhit az, hogy a dobos adja a ritmus, nem a dobos adja a ritmus, hanem az első 2 evezős, és őt követi le a dobos, és így adja az üdemet.
Itt említetted az első két évező szerepét, ha mondjuk haladunk kicsit hátrafelé a hajóban, hogy áll össze a formáció? Nem kimondottan az úgymond profik ültek elől. Ugye természetesen én voltam ugye az egyik vezérvező, és a másik pedig a Varga Zsolt, aki igaz nem sárkányhajózott még túlságosan sokat, de viszont sikerült elég gyorsan elsajátítani ezeket a praktikákat. És ki volt még a csapatban? Mondjuk, hogy elmitette a Varga Zsoltot, aki személyedző, nyilván magadat, mint felkészítő, a párodat, ha haladunk hátrafelé, kiküldtek még? Ő például Marcin Hall Adrián, ő volt a másik, úgymond igazolt sárkányhajós, akinek volt úgy múltja még a csapatban, az a Horvát Attila, és sajnos két változás volt az alapcsapatból a nagykönyvzsői verseny után, ugye az OB-ra már két ember nem tudott eljönni, és egy régi kajakos, Horváth Gergő, aki szintén ugye személyedzőként ugye a konditerem világában él, őt ültettük be a hajóba, mert tudtuk azt, hogy hozzá tud tenni sokat ehhez az eredményhez. Itt már többször említettük, hogy hát viszonylag sokan jönnek a konditermek világából, de tudtatok együtt speciálisan mondjuk evezős edzéseket véghez vinni még a versenyek vagy az országos előtt? Igen, tudtuk azt, hogy az erőléti dolgokra nem lesz probléma, hiszen napi szinten heti több edzésen részt vesznek a csapattagok, és a nagykönyvzsői verseny előtt például szerintem olyan 8 edzést, amit együtt csináltunk, kimondottan 10-es hajóban, viszont a csapat bizonyos része ugye heti 3 alkalommal evezett a Sárkányjárat Sportegyesületnél ugye gyakorlásgyanánt. Itt elmítettük már a kanizsai versenyt, ugye ahhoz, hogy az országosan is bemutassátok magatokat, ahhoz először meg kellett nyerni júniusban a csónakázótónál a versenyt. Azt már tudjuk, hogy nyertetek, de hogy sikerült, milyen volt belülről? Tudtuk azt előtte is, hogy ugye az edzések alapján, hogy jó lesz a csapat. A várnál szerintem egy kicsivel jobban teljesítettünk, mint ahogy elvártuk. Viszonylag fölényesen tudtuk hozni az összes futamot, nem okoztunk meglepetést. Ehhez képest mennyire volt nehezebb mondjuk az országos döntő, ahova ugye, hogyha jól értem, minden kanizsára kvalifikáltátok magatokat? Igen, ugye az első 3 egység jutott ki az országosra. Kicsit megvariálták az országos döntőbe, mert Nagykanizsán ugye úgy volt a versenykiírás, hogy 6 férfi és 4 nőnek kell szerepelni az egységben, ellenben az országossal már csak 2 nő és ugye 8 férfi. Ezt mi nem terveztük úgy, hogy meg fogjuk ezt variálni, hogy 2 hölgyet kiteszünk a hajóba és 2 úriembert berakunk, mert úgy gondoltuk, hogy az nem lenne fel a hölgyekkel szemben, ezért ugyanazzal a felosztással álltunk oda az országos futamra, és hála Isten sikerült. Akkor mondhatjuk, hogy bocsánat, tulajdonképpen így kissé még hátrányból is indulva tudtátok megnyerni a versenyt, hiszen akkor több csapatnál legszerint kevesebb hölgy ült a hajóban. Igen, még ott a helyszínen is próbáltak ezen így variálgatni, hogy tényleg csak 2 hölgyet ültessenek be, hogy minél több esélyük legyen. Az előfutam alapján tudtuk azt, hogy hozhatjuk, amit ugye hozni kell. Éreztük ugye az a sebességet a hajóban, az erőt, meg mindent, úgyhogy mi nem variáltunk, úgyhogy ha hátrány volt, ha nem, sikerült így is. Akkor mondhatjuk, hogy a kanizsai lányok is abszolút kitettek magukért ezért az aranyéremért. Így van, hát elég erős hölgyek ültek benne a hajóban, és szerintem a város így az ország legjobb, legerősebb, úgymond sárkányos hölgyei ültek nálunk. Kicsit még a döntő futamról, azt is olyan simán sikerült nyerni, mint mondjuk a kanizsait, vagy ott azért szorosabb volt a verseny? Hát egy picivel szorosabb volt, mi úgy éreztük, mert ugye a Keri Senior csapata, ugye, aki szintén nagykanizsaiak, és ők ugye másiként jutottak ki a kanizsai versenyről, ők sikerült, én úgy gondolom, hogy magad biztosan megverni őket egy fél-hármilyet hajóval, úgyhogy szorosnak mondható, de azért erős futam volt. Így, hogy megvan az országos bajnoki cím a baráti társaságok versenyében, hova tovább, mi lehet a cél mondjuk 2020-ra? Hát 2020-ra a tervünk ugye úgy megmaradt, hogy egybe maradjon a csapat,
konkrétan mi télen együtt nem készülünk, mert ugye mindenki ugyanúgy készül ezekre a, akár spártán versenyekre, futóversenyekre, mindenre, és majd a verseny előtt egy pár héttel, hónappal leülünk, majd is megbeszéljük, hogy mik a tervek. Ugyanúgy szeretnénk versenyezni, kijutni az országos bajnokságra, és ugyanúgy megvédeni a címünket. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát gratulálok az eredményhez, külön gratulálok így a hölgyeknek is, és a további sok sikert jövőre a versenyek. Köszönjük szépen. Ennyi volt már a Szertár harmadik szezonjának első adása. Tartsanak velünk legközelebb is. Én magam és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra, sportos, jó hétvégét kívánok!